Kedves nézőink, a következő stúdió beszélgetésben egy sakkvilágbajnokkal ismerkedhetnek meg, aki azonban még csak 8 éves. Úgy gondolom, érdemes odafigyelni rá most is, és még nagyon sokáig. Kérem, tartsanak velünk! Köszönöm a stúdióba Gázsóka női FIDE sakkmestert, valamint edzőit, Istvándi Lajos nemzetközi mestert és Kosztolánci Gyula FIDE mestert. Jó estét kívánok, szia Zsóka! Mindenek előtt hadd gratuláljak őszintén ez a gyönyörű teljesítményhez. Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag Zsóka a világbajnok, de ezt majd önök alátámasztják, hiszen valamiféle bonyolult számítások alapján sorolták csak a második helyre, idézőjelbe téve a csakot természetesen. Zsóka, amikor te kimentél erre a világversenyre Görögországba, nem az első világversenyed volt, nem először voltál Görögországba se, ha jól tudom, így volt. Mit jelentett neked? Ez rutinos versenyzőként érkeztél már, tudtad, mire számíthatsz, volt egy kis izgalom? Hát egy kis izgalom igen volt, és tényleg nagyon jó érzés volt oda kimenni már akkor is. Zsóka, tehát nagymester, FIDE sakkmester jelen pillanatban? Hát igazából úgy ez a világbajnoki cím, amit majdnem megnyert, hát holt versenyben megnyert, mert én szerintem Ajkán is, meg Tapolcán is, meg az egész magyar sakk világban úgy könyvelik el, hogy ő lett a holt versenyes világbajnok, lehet így fogalmazni. Egy nagyon nehéz verseny volt ez, 11 fordulós hosszú verseny volt a Porto Carrassi világbajnokság, és hát amit a FIDE, a Nemzetközi Sakkszövetség megígért, az úgy szólt, hogy a világbajnokok kapnak automatikusan FIDE mesteri címet a világbajnokságért, hogyha megnyerik, tehát ő a 8 évesek lányok között indult, és hát ugye most a legutolsó hírünk szerint meg fogják neki adni így is, hogy volt versenyben nyerték, gyakorlatilag fél ponttal maradt le az aranyéremről. Hát úgy fogalmazott a Zsóka, hogyha még egy utolsó forduló lett volna, akkor megverte volna a vietnami lányt. Én szerintem gyakorlatilag biztos, hogy megverte volna, most nem nagy képviségből mondom a Zsóka helyébe, de az utolsó 5 partiát megnyerte. Tehát gyakorlatilag a 11 fordulós versenyből itt lehetett látni, hogy mekkora nagy küzdelem volt. Úgy tudott az ére kerülni, az utolsó 5 partiból 5 pontot szerzett, és hát a sors fintora, hogy pont a gyakorlatilag a vietnami lányjal nem került össze, aki úgy nyerte meg előtte fél pont a holt versenybe, hogy a Zsókát kikerülve. Tehát nem játszottál gyakorlatilag igen a mostani világbajnokkal. Megverted volna, úgy gondolod? Igen, úgy gondolom. Tehát nagyon magabiztos vagy az ez szerintem mindenképpen jó. Milyen volt az országos fogadtatása ennek a sikernek? Hát én azt gondolom, nagyon-nagyon sokan szurkoltak a Zsókának, és tényleg abból is lehet látni többek között, hogy milyen fantasztikus nagy siker volt, hogy például 87-en indultak az egész világról, tehát Kínától, Amerikáig, Dél-Afrikától, a Vietnámig, tényleg rengeteg sok jó játékos indult, például Indiából is. Talán az indiait emelnénk ki, mert talán az utolsó előtti fordulóban volt talán legnehezebb dolga a Zsókának. Két olyan indiai lányjal játszott, az egyik az indiai bajnok volt, akik olyan fantasztikus mennyiségű munkát elvégeztek előtte, hogy az egyszerűen hihetetlen. Néztük, hogy a lányok, az ellenfelei az utolsó 18 hónapban majdnem 350 darab nemzetközi értékszámszerző versenyen játszottak, illetve játszmát játszottak már. Tehát lehet azt mondani, hogy minden hónapban 3 versenyen játszottak. Szinte folyamatosan versenyeztek, és ilyen lányokat meg tudott verni a Zsóka 2-t, úgyhogy ez egészen fantasztikus eredmény, azt gondolom. Itt Magyarországon a Magyar Sakkszövetség részéről is óriási köszöntésben volt része a Zsókának. A Európa Bajnokságra utazó magyar válogatott, amikor volt a sajtótájékoztató, a kiutazás előtt meghívták a Zsókát, és Polgár Judit, Lékó Péter, Raport Jár, például Almási Zoltán és ilyen nagymesterek, a magyar válogatottnak a tagjai gratuláltak neki, úgyhogy szerintem csodálatosan szép köszöntésben volt része. Zsóka, sok mérkőzést lejátszotta itt a világbajnokságon. Melyiket érted a legnehezebbnek? Mindig nehezebb lett, ahogy haladtál előre, vagy hullámzott a nehézség? A 10. forduló volt a legnehezebb partim, ott az indiai bajnokkal kerültem össze, sötéttel, 100 lépést léptünk, de már az 50. lépésben volt 58 másodpercem az ellenfelemnek meg 1 órája, és csak a fél percekből éltem.
Amikor döntetlent ajánlott, akkor nem fogadtam el, már nagyon nyerni akartam, és nyertem is. Ez a beszél így kell csinálni, azt gondolom. Milyen reményekkel mentek ki ide a világbajnokságra? Lehet egyáltalán kalkulálni bármit? Hát a világbajnokság nehéz. Előtte szeptemberben került megrendezésre Porecsben, a horvátországi Porecsben az Európa-bajnokság, ahol a Zsóka is itt is az első tízbe végzett, 4.-9. lett, de mindenki érezte, hogy ez még nem volt az igazi. És hát összességében előtte egy jó sűrű edzés munka volt Gyula bácsival hármasban, és hát az volt a legalábbis elvárás, hogy az első hatba végezzünk, megpróbáljuk az első hatba végezni. Itt már látni lehetett a Porecsi Euróbajnokságon, hogy nagy mezőny lesz a VB-n. Gyakorlatilag a FIDE a nagyon régi szokásokhoz eltérően, ugye régebben az volt a megszokás, hogy minden országban egy induló indulhatott. Magyarországtól általában az aranyérmes megy a világbajnokságra, az ezüstérmes megy a Euróbajnokságra, de most hát nyilván az anyagi okokra való tekintettel a FIDE, a Nemzetközi Sakkszövetség most gyakorlatilag egy Open hirdetett meg a világbajnokságon a évek óta, és hát ez annyit jelent, hogy nem csak az országos bajnokok mentek minden országból, hanem akinek gyakorlatilag úgy áll anyagilag, annak a sakkszövetsége, illetve a menedzseri gárdája még fizeti ezt, akkor tud játszani. Most ez azt mondja maga után, hogy például az oroszoktól gyakorlatilag az Euróbajnokságon 150 orosz indult, az indiaktól meg szintén 180 körülbelül gyerek az egész világbajnokságon, és hát a Zsóka a Porecsi EB-n lett úgy holtversenyben 4.-9., hogy tudtuk azt, hogy ezen a VB-n ott lesz az Euróbajnok, az a 9-ből 9-et nyert leányka, ukrán lány, akivel a Zsóka összekerült a verseny elején. És hát Zsóka nagyon gyúrt már rá, mert Porecsben nem tudtak összekerülni, ugye ott jobban ment az ukrán lánynak, és ott 9-9-ből 9-en megnyerte, és hát itt a világbajnokságon összekerültek. Az volt a szerencse, hogy a verseny elején kerültek össze, Zsóka sötéttel volt, és hát elég simán mondhatni, nagyon megverte ezt a lányt feketével. És hát ez olyan erős lökés adott neki, hogy utána az utolsó 5 partiból meg se állt a dobogónak majdnem a tetejéig. De én szerintem biztos, hogy ez olyan lelki megnyugvás jelentett neki, hogy ezt az ukrán Euróbajnokot megverte, aki előtt egy hónappal gyakorlatilag 9-ből 9-re leiskolázta a mezőnyt a 8 éves lányoknál, hogy utána már biztos volt abban, hogy fog. Biztos volt a győzelem. Zsóka, nálad is Euróbajnokot megverted, és innentől kezdve biztos voltál benne, hogy fölmenetelsz a dobogó felső fokára? Igen. Igen? Nagyon magabiztos vagy, és ez nagyon jó. Felkészítették a Zsókát külön versenyzőkre, nyilván ismerték ugye a mezőn, tehát volt-e, akire külön felhívták a figyelmet? Hát volt ilyen személy felkészülés is, de ugye, ahogy mondtam, összességében 87 játékos volt a verseny, 11 fordulóban, tehát igazából annak van értelme a konkrét felkészülésnek, hogy amikor biztosan tudjuk, hogy kivel játszik, és milyen színnel játszik, tehát voltak elképzeléseink, és voltak ilyen felkészülések, de inkább a Zsókának a saját erejét próbáltuk erősíteni, leginkább a végjáték, a kombinációs készség, ugye a megnyitási műveltséget próbáltuk minél jobban, és nagyon-nagyon sok munkával, én azt gondolom, ami a Zsóka meg tudta csinálni, az sikerült elérni, hogy nagyon jól bírja a hosszú játszmákat. És ugye döntőnek bizonyult, ugye azt kell tudni, hogy egy ilyen döntő játszma, egy nagyon fontos játszma, akár 4,5-5 órás is lehet. Ez a nagyon komoly fizikai igénybevétel is. Igen, tehát itt nyilván kell valamiféle fizikai erőnléti edzés. Igen, erről Zsóka biztosan tudna mesélni, mert nagyon sok fizikai felkészülésben volt része. Mit csináltok, Zsóka? Hogyan edzed a sakkon kívül? Még a világbajnokság előtt, mielőtt még kimentünk, nagyon fél órát futópadoztunk, meg nagyon sokat apa segített benne, kézen álltam. Igen? De... csak ilyen nagyon keveset tudok belőle. Hát én meg semmit. És meg mikor már kijöttünk, itt is sziklákat másztunk, bementünk zombig a tengerbe, az utolsó nap már nyakig is bementünk, láttunk egy polipot, amit egy halászbácsi fogott ki.
És akkor tudom, hogy te óvodáskorod óta sakkozol gyakorlatilag, sőt versenyzel óvodáskorod óta. Azt is tudom, hogy édesapád volt, ugye, aki idézőjelben megfertőzött téged a sakkal. De az, hogy te valóban ezt fogod csinálni, valóban versenyző leszel, ez hogy jött neked? Mert most megmondom ezt, én is tudom a sakk lépéseket, megmutattál, de attól én még nem lettem sakkozó, nem hogy világbajnok, hanem egyáltalán sakkozó se lett. Tehát honnan jött az a nagyon nagy érdeklődés neked? Igazából apa kezd, Gyula bácsival kezdtük a 4 éves korom óta a sakkot, onnan tanultam az ilyen szokásosokat, utána jött Lajos bácsi, vele már olyanokat tanultunk, mert apától mindig ellestem, hogy miket játszik, és az nekem annyira megtetszett, hogy azt szerettem volna játszani. És utána Lajos bácsival és Gyula bácsi is nagyon sokat segített, meg Lajos bácsi is és azokat játszott. Ugye azt tudjuk, hogy országosan hogy fogadták Róka sikerét. A suliba itt Ajkán hogy fogadták, hiszen Ajkán a Borsos iskolában jársz, ugye jól tudom. Igen, ott egy nagy tapsal köszöntöttek, kiállítottak, és tényleg nagyon aranyosak voltak. Büszkék rád, gondolom, igen. Az iskolában van mire. Mivel lehet motiválni Zsóka? Kell egyáltalán motiválni őt a sakban? Hát Zsóka szerencsés típus ilyen szempontból, ugye mi már azért régebben foglalkoztunk elég sok úttörő gyerekekkel, kisdobos, abban az időben kisdobos olimpiákon kezdtük még nagyon régen, hogyha ez mond valakinek valamit. És Zsóka ilyen szempontból szerencsés típus, mert egyrészt ő szeret imácsakkozni. Tehát van olyan gyerek, akit hiába szeretne a szülő, szeretné a klub, szeretnék az edzők, egyszerűen nem szeret csakkozni. Ő az a típusú versenyző, aki imácsakkozni, a másik meg, hogy egyszerűen nem akar döntetlenre adni semmit. Tehát a lányok egy világbajnokságon, Európa-bajnokságon, országos döntőkön máshogy játszanak a fiúk, máshogy játszanak a lányok. A fiúk néha már kiegyeznek egymással, kicsit okosabban sakkoznak, így idézőjelben okosabban sakkoznak, megnézik a tabellát, megnézik, hogy ki az ellenfél, milyen színű a haja és társai. Itt a Zsókáik, a lányoknál nem, főleg 8 éves lányoknál gyakorlatilag itt ugye az jellemző rájuk, hogy szinte döntetlen nincsen, legalábbis hogy csak hogyha két király kijön, akkor döntetlen, és gyakorlatilag egymásnak esnek, és mint a jó lányok, igen, úgy hajcibálásig megy a parti, és ez valóban így van. Tehát fiúknál más a történet. Itt a lányoknál ugye voltak a Zsókán, akik szerintem példaképe is, majd ő elmondja ezt, hogy volt egy-két olyan előző példaképe, akit szintén ilyen harcias. Tehát ezt a sakjátékot, hát hogyha megnézzük Polgár Jutkát, ő ilyen volt. Ugyanilyen taktikus volt, nagyon erős kombinációs készsége rendelkező, mindenkinek neki ment, tehát gyakorlatilag hát nem véletlenül tart itt, ahol most a Judit itt tart. Ezt valószínűleg csak így lehet csinálni. Egy olyan szülői háttér van mögötte, ami ezt biztosítja, és hát én szerintem, hogyha ez a harci szellem megmarad, akkor gyakorlatilag hát továbbiakban is lehet vele ilyen eredményeket elérni, és hát az még egy különös érdekesség ennek a világbajnokságnak, hogy ugye mikor az ellenfeleket megtudtuk, hogy mikor ezek este derültek ki. És van, hogy 11 órakor még a Zsóka készült velünk a következő partiára, holott tudtuk azt, hogy másnap sakkozni kell, aludni kell, de egyszerűen akarta tudni azt, hogy milyen lesz a mennyitás, milyen az ellenfél, és volt, hogy 12:30-kor éjfélkor még készültünk, és sajnos nem volt ő az internet, skype-olni kellett, telefonon kellett, tehát egy érdekes módja volt ennek a rendezésnek a görögországi világbajnokság, mert máskor biztosítanak mindent, internetet, és tudnak az emberek normálisan kommunikálni egymással. Itt az édesapa volt, hogy telefonálni kellett haza fél óráig, és úgy tudtunk készülni a Zsókával, mert egyszerűen az internet nem volt olyan használható, hogy ez megoldható lenne, de éjfélkor még nyomta a Zsóka, és még mindig tudta, úgy feküdt le, hogy tudta, hogy milyen nyitás lesz, tudta, miben fog nyerni, tudta, melyik variba fog megverni holnap, és nyert is. Imént szóba került itt a példaképek, Zsóka, akkor tehát a Polgár Judit lenne az egyik példaképet, vagy vannak még? Nem. Lakos Nikoletta és Máldi Ildikó, ők mindketten tapolcaiak voltak, és Petrosian, a férfi példaképen Petrosian.
Tehát az ő nyomdokaiba szeretné lépni. Zsóka ezek szerint Fide sakkmester, mondhatjuk nyugodtan, és világbajnok. Hogyan tovább? Hova lehet innen még tovább menni? Hát én azt gondolom, hogy tényleg a legnagyobb erénye talán a Zsókának az óriási tehetségen kívül, azt gondolom, a szorgalma, a munkabírása, és az a fantasztikus küzdeni akarás, amit ugye a Lajos bácsi is említett, hogy volt neki 6-ból 4 pontja, és hát azzal ugye nem volt egészen az élmezőnyben még, és akkor mondtuk neki, hogy Zsóka, semmi baj, most 5-öt nyersz, azt mondta, hogy megcsinálom, és megcsinálta. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezzel a küzdeni tudással, ezzel a szolgalom, ezzel a rengeteg sok munkabírással a Zsóka ilyen szépen tud fejlődni, akkor óriási nagy jövő előtt állhat. Én abban bízunk itt a Lajos bácsival, illetve a minden szurkolóval, a családdal együtt, hogy továbbra is fogja hozni ezeket a magyar bajnoki címeket, és a világversenyeken is azt gondoljuk, hogy ott tud lenni az élen. A jövő év egy kicsikét talán nehezebb lesz, ugye úgy működik a sakkban, hogy 2 évenként vannak ilyen váltások, mert ugye van egy 8 éven alatti, és 10 éven alatti, és 12 év alatti, és így tovább vannak ezek a világversenyek, és ugye a Zsóka jövőre 9 éves lesz. Tehát a 9 évesként mondjuk egy világbajnokságon olyan mezőnybe kerül, hogy a legtöbb ellenfele 10 éves. Hogy az egy év eléggé sokat számít, ezért azt gondoljuk, hogy a jövő év lehet, hogy egy picit nehezebb lesz ilyen fantasztikus nagy eredmény eléréséhez, de én azt gondolom, hogy benne van a lehetőség, hogy hasonlóképpen ilyen jól szerepeljen jövő is. Zsoka, 8 évesként, gyerekként iskolába jársz, hatalmas sakteljesítményeket viszel véghez. Van egyáltalán szabad időd, vagy jut valami hobbira is még időd, de minden mellett? Vagy neked a sakka hobbi? Csinálsz mást is még ezen kívül? Tehát tanuláson, sakkon kívül még esetleg? Este szoktunk sportolni. Hát most hirtelen nem jut más eszembe, de van mikor szabad napon. Például van régen pingpongoztam, és az is nagyon jó volt. Ez biztos. Zsóka, neked is, és az uraknak is még egyszer szívből gratulálok. Csodálatos eredmény, azt gondolom, és további nagyon sok sikert kívánok mindannyiuknak. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget.